Mégis elismerte Oroszország, hogy szombaton rakétákkal lőtte a kikötőt Odessa városában. A támadást világszert elítélték, ugyanis alig egy nappal azután történt, hogy megállapodtak az ukrán gabona export újraindításáról. Az orosz külügyminiszter szerint Moszkva katonai célja elérésében már nem csak az ország keleti részére összpontosít, Oroszország stratégiája megváltozott, miután a nyugat nagyobb hatótávolságú fegyverekkel látta el Ukrajnát. Szergei Lavrov még hozzátette, az ukrán erőket a frontvonaltól távolabbra kell szorítani, hogy Oroszország saját biztonságát garantálni tudja. Oroszország nyilvánvaló terjeszkedéséről beszélt nem sokkal korábban az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, aki megjegyezte, Oroszország már terveket szöveget az elfoglalt ukrán területek nagy részének annektálására. John Kirby azzal vádolta Moszkvát, hogy hasonló forgatókönyvet alkalmaz, mint a Krím elfoglalásakor, amikor 2014-ben egy látszat népszavazás megszervezésével elcsatolta az ukrán félszigetet.